Drámaian megnőtt az utasok száma a Szentpétervár-Helsinki vasútvonalon az ukrajnai háború kitörése óta. Sok orosz hagyja el országát a szankciók következményeitől, sőt egy esetleges hadiállapottól tartva. Az elkövetkező napokra az összes jegy elkelt ezen az útszakaszon. Topi Simola, a VR vasútársaság vezető alelnöke szerint egyértelmű, hogy egy hét alatt mennyire megváltoztak az utazási okok. Már lehet látni a podgyászokból, hogy az emberek máshová költöznek, lényegében végleg elköltöznek, mondja. Az európai légtér lezárása miatt az egekbe szöktek az Oroszországból még elérhető célállomásokra szóló repjegyek árai, mint amilyen Jereván vagy Dubáj. Az interneten az egyik leggyakoribb szó, amire rákeresnek az oroszok, az a kivándorlás. Semmi jóra nem számítanak, nem érzik magukat biztonságban, tudják, hogy a gazdasági helyzet mostantól nagyon nehéz lesz, és sokan egyszerűen erkölcsi szempontból sem bírják elviselni, hogy maradjanak, vélekedett egy média elemző. A hadiállapot bevezetése példanélküli a modern orosz történelemben, és a férfi lakosság tömeges mozgósítását és a határok lezárását vonhatja maga után.